Szavaztok, ez itt a Grill Light, ez pedig egy kis érdekesség lesz megint. Az egyik videóhoz kerestem éppen alapanyagot odakint a fészerbe, mert akarok majd egy ilyen régi, ilyen vintage bemutatót készíteni. Az vannak hozzá jó dolgok. Természetesen azt nem találtam meg, amit kerestem, de ehelyett találtam a régi szerepjátékos kazettákat. Itt van hangjáték, 2001 szalagavató MTH. Hú, ezt meg baromkodtunk a szalagavatónkon, emlékszem. Ez a 2001-es szalagavató utáni állatkodás az MTH-ban. Ha van belőle egy kazettány, ez valószínűleg nem szerepjátékos téma, de hát az meg azért mégiscsak 21 éves emlék, tehát ezen még rajta van, amit keresünk. Csak arra emlékszem, hogy ezután volt fölvéve szerepjáték. Azt meg is találtam, de viszont annyira gyalázatos a minőség, hogy szerintem lehetetlen lesz bármilyen normális témát digitalizálni belőle. Úgyhogy összeállítottam a hifi cuccot, jelenleg ez a Sony Deck a legoptimálisabb, arra sokkal jobb minőségben játssza le a szétbaszott régi szalagokat, mint a többi. Van rajta ezen zene, persze a Hofi Géza is rajta van, de utána még egy ilyen 10-15 percen keresztül volt egy szerepjátékos anyag, amit a régi International Magnummal vettünk fel. És haver volt a DM, az a srác, akivel játszottunk a múltkor karácsony előtt Wormsöt. Na nézzük, nem tekerni kell. Bazd meg. Kurvára használhatatlan a felvétel. Doble surround-dal lehet variálni, amúgy abszolút mono. Ez ilyen szűrőt tesz rá. Segítségével lettettek el ilyen harmonáját. Na jó, szaszos a hajzői optika, úgy látom. Nem engem azoknak a tervei. És én azoknak a tervei. A kilevének a tervei. Többet is lehet. Bekapcsolta a sztereó. Hát ez a rész, ez abszolút használhatatlan, az valahogy külső hangkártyával föl kéne nyomni. Tehát deckből bevezetem, azt talán úgy lehet rajta valamit maszterelni. Tehát lehet, hogy ez a kazetta felejtős lesz. Nullázunk. De ezt tudom, hogy a Hofi végén ez még egy ilyen valami 97-es felvételről van szó, azt tuti. Ez 97-96-ban. Mikor jött Jurassic Park 2? Azt hiszem, talán akkor, aztán már 97-ben volt ez. Azt a Hofinak ez az utolsó album. Természetesen jó varezolt kazett, régi varezolt Samsung kazettára, geci. Következő anyagunk egy Vampire szerepjáték, és semmi, totál naturál, egy írólap berakva, tollal ráírva, legalább az évszámot ráírtam volna, bassza meg, hogy mikor. Hát nem tudom, hogy ez az egész az-e, itt van 01, hát igen, ez az első, meg a 02, hát valószínűleg a kettes oldalról fogunk kezdeni.
nullázzuk a számlálót, azt elindítjuk. Bazmen. Ezt már lehet, hogy dekkel vettük már. Geci. Ha, ez már dekkes. Pofázunk valami hülyeséget, Robi? Igen, pofázunk valami hülyeséget, Tomi. Izé, tegnap voltunk koncert, tudod, dumáljunk csak. Ma Dagócs, az el fogunk majd menni szépen. Majd először, aha, majd szólni kell neki, tudod. Hát, én megvárlak téged ott. Jó. Tudod, van egy izé. Hát, anyádat kérdezted ma a főhercegödőlőre, tudod, a szerepjátékos boltba? Nem, még nem volt rá alkalmam, de úgy tudom, úgy hallom, most jöttek, úgyhogy van alkalmam megkérdezni. Akkor majd kérdezd meg. Jó. Jó. Akkor várja, most hova mész? Jöttek anyámék. Én... Várja, mert most megkérdezed? Ez egy totálisan intellektuális beszélgetés, bazd meg. Ezt majd le kell majd egy kicsikét majd meózni. De totál arpári fasságokat azért nem akarok föltenni, mert minden szart felvettünk még annó. Hát ez kb. Ez is ilyen 99, 2000 kör, inkább ilyen 1999 környékén volt. Mert még haver elkéreckedett az anyjától, tehát akkor ő még keményen iskolás volt. Na bazd meg. De szerintem még én is. Gödöllőre szerepjátékos volt-e. Fűj, bazd meg. Az meg nem most volt, geci. Szerintem nem is volt Gödöllőn szerepjátékos volt, nem tudok róla. Na mindegy, ez érdekes, hogy tekergessünk bele egy kicsikét. Mi pauzál, mit akar? Ide? Mit akar? Na nyugodtan járhatunk. Most is van alkalmunk, de most nem kodobókockásat, most csak sima izi, normálisan. Kodókockásat mondtam. Kodókockásat mondtam? Jól van. Kodobókocka, bazd meg, már emlékszem, ez nagyon egy... Most ott vagytok Debrecenbe. Azt mondja Mária Duarte, hogy mennyi el, szólja, hogy hívjáknak, a Pistinek, vagy a... Igen, meg a Mihály Schwarzenbergernek, jó? Igen. Kurva bőszavú vagy, bazd meg. Jó van. Akkor, elindulsz? Igen. Elindultál. Ó, odaérti, ott vagy a szállodában. Nekem lehet, hogy sok lesz ez a gyilag, bazd meg. Ez a totál, ultra brutál minőségű szerepjátékozás, de akkoriban még nem igazán foglalkoztunk ilyesmi, hogy szabályrendszer, meg rendes lore történettel, csak játszottuk magunknak, az kész. Volt egy-két regény, amiből kiszedtük az infókat, meg a szereplőket, azt toltuk neki. Bazd meg. 10 pontot esett az IQ-m. Na nézzünk egy másik kazettát. Na ez mondjuk, ez abszolút, ez úgy látom, hogy ez mondjuk ha megnézem, mi van a másik oldalán. A csukló még nehezen hajlik. Ez még abszolút digitalizálható, de erőteljesen meg kell cenzúrázni, hogy túlságosan nagy fasságok ne menjenek ki belőle. Oda megy ézi, ráfúj egy tüzet, kamion, szétolva az egész szalváz. Akkor ez a kurva kazetta, hogy meg fasz hallod, ezt a kattogás már, ezt fölveszem magóra. Szerintem azt nem hallottunk semmit. Jó van ez, hogy menjen, mert mindjárt vége a kazettának, úgyis. Jó. De a vége is lett, bazd meg. Meg az agyamnak is. Na nézzünk egy másik darabot. Mindegy, fölismert, csak a krómium dioxidos kazettát nem. Ide kéne váltania. A tép... Na, most. Oké, krómra van állítva. Az a helyzet, hogy ezt még valószínű a havernak a magnójával vehettük fel, ami fenn volt a szobájába, és a motorzajt belevette a magnó.
mert nagyon benn volt, be volt nyomva neki a mikrofon, és a külső zajok helyett a Magnolia belső motorzajt vette föl, bazd meg. Voltak azért régen minőségi cuccok, azért ezt meg kell hagyni. Hű, baszki. Ez nem jó, hogyha egész végig ez a zúgás van rajta, vagy totál élvezhetetlen. Hát bazd meg, ez a legrosszabb minőségű. Beletekerek egy kicsit. Megnézem, hogy hát, hogyha van rajta használható. De mondjuk hülye vagyok, ezt egy külön kéne tenni, mert ez még digitalizálható felvétel. De ezeket a motorzajos lófaszokkal én nem tudok mit kezdeni, nem kilúrok velük. Elteszem emlékbe, de ez rendesen fülelni kell, hogy mit mondok rajta, vagy mit beszélünk rajta. Ez a külvárosi rész, ahol tehát meg van szabva teljesen medvigyátsz ki, tehát nem nagyon látok szívesen a külváros megjelölni. Tehát egy külvárosi részen közlekednek, ilyen oldalon a dolgaidat. Hát kocsikázok, látsz egy parkos rész, látsz ott a táv. Tehát ez is monó volt. Hú, bazd meg, csak legyen rajta egy használható dekkes felvétel. Bazd meg! Aztán élvezhető, baszki. Úgy látszik, az egész ilyen szar. Urva anyját! Pedig ebben nagyon bíztam. Ebben nagyon bíztam pedig. Hú, ez a nagy művészet lesz tényleg így a motorzajból valahogy kimaszterelni, baszki, ezért pedig meg lehet csinálni. Csak az nem ma lesz a napja neki. Nem ma lesz a napja, az biztos. A Vampire szerepjáték SE. Rá van írva, hogy szar. Oké. Vampire szerepjáték szar. Hú, baszki. Na, mert erre félek. Aha, normál. Motorzajos kurva anyja, bazd meg ez is. Ó. Váltsunk. Hát, bazd meg, egy dekkes maradt a kurva életbe. Esetleg még egy havernál van még. Lehet, hogy lesz dekkes kazetta. De ó, bazd meg. Hát ez használhatatlan ez is. Na, betettem a 2001-es hangjátékot. A suli rádiósok voltunk, aztán ott baromkodtuk szalagavató után. Hát nem vállalok felelősséget a elhallott, pontosabban így a lejátszott hanganyagért. Hát lássuk. Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek, ez itt a 60-i majdnem Dikma a band. Hárman vagyunk, és így is még eléggé sokan. A dobok mellett a gombából, ami csak kifér, Domika. Fantasztikus gitárosunk, hogy is hívnak ember. Szabadna még egyszer a kérdés? Hogy hívjél a tegedet neveden szólítni? Na. Egyen mondjuk Zsoltika. Jó van, Zsoltika, aranyapám, my name is MC Rolcsi. Bazd meg. Szóval gyerek, mi játszunk valamit. Mi legyen az? Zárd be az ajtót.
És azt, hogy zárd be az ajtót, geci. Ez kész. Ez a szám címet. Azt hiszem most nekem elég is lett így a régi kazettáknak a mustrálásából. De ez volt a Green Light, köszönöm, hogy itt voltatok, elköszönök, sziasztok. És még nem utolsó sorba, bazd meg. Be is akadt a mechanikája. Nagyon jó, baszki, a kurva anyád. Úristen, bazd meg, mi a faszom volt ez? Van Isten.